hölgy, illetve a kislány itt ültek a kettesülésen, apuka a másik oldali kettesülés szélén ült. A buszvezető Borbély Zoltán azt mondja, azért jött ki a fülkéből és szólt rá a családra, mert a tükörben látta, hogy a gyerek eszik a buszon, ezt pedig tiltja a szabályzat, és ez az utazási feltételekben is le van írva. Szeretném megjegyezni, hogy én a visszapillantó tükörből, a fülkéből láttam azt, hogy a gyermek ételt fogyaszt, a vizet nem is láttam. A táplálék elpakolására szólítottam fel a kedves hölgyet. Ő ezt nem így reagálta, rögtön a vízivásról beszélt, ami ugye, tehát számomra meg se fordult a fejembe, hogy vízivásért szóljak a gyerekre. Az esetről az egyik utas készített felvételt. A videó onnan indul, amikor a sofőr azt mondja, rendőrt hív. Az viszont nincs rajta, amikor szó szerint azt mondja, hogy tegyék el a táplálékot, vagy amikor arról beszél, hogy indulásig nyugodtan leszállhatnak. Elindultam visszafele, akkor még különböző trágárszavak elhangzottak, inkább nem ismételném, a videón jól látható volt, amit a hölgy azt már feltette. A fiatalember többször utánam szaladt, fenyegetőleg, tetlegességgel próbált engem rávenni arra, hogy fejezzem be. Megkérdeztem, hogy mit fejezzek be, a rendőrség úton van. A felvételeken látszik, amikor a kislány apja elindul a sofőr felé. Az édesanyja pedig alpári stílusban kezdett el ordítani, és trágár szavakkal szidalmazta a sofőrt. A kislány édesanyja ma bement a közlekedési társaság ügyfélszolgálatára. A fedélzeti kamera felvételeit szerette volna megkapni, de erre itt nincs lehetőség. Arra kérném, hogy adja meg az elérhetőséget, és hamarosan felveszük önnel a kapcsolatot ezzel a témával. Én hova mehetek ennek ügyben, hogy én ezt a felvételt kikérjem? A nő panaszt tett a társaságnál, azt állítja, a gyerek zárható palackból ivott, amit szabad, de arra már nem emlékszik, hogy a kislány evette a buszon. Azt állítja az MBK, hogy evett a kislányom. Hát én szeretném látni azt a felvételt, hogy evett a lányom. Én nem mondom, hogy nem, azt sem, hogy igen. A nő azt mondta, ha a gyerek valóban evett, hajlandó bocsánatot kérni a buszvezetőtől. Ezt viszont egyelőre a sofőrnek kell megtennie. Őt ugyanis megrótták, mert nem megfelelő hangnemben beszélt, nem volt udvarias az utasokkal. Ezért a családtól elnézést kell kérnie. Az esetről kiadott közleményben ugyanakkor az MVK ZRT hangsúlyozza. A társaság utazási szabályzata szerint ételt fogyasztani tilos a villamosokon és a buszokon, és inni is csak visszazárható palackból lehet. Erre egyébként piktogramok figyelmeztetnek, de az utazási feltételeket is kifüggesztették minden villamoson és buszon. Azt mondják, ez éppen az utasok védelme miatt van így. Azért, hogy például egy hirtelen fékezésnél ne öntsék le a másikat, ne ejtsék el az ételt, bekoszolva ezzel az üléshúzatot, ami mások ruháját is beszennyezheti később.